Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Örülök, hogy személyesen is. Nagyon aktív doktor úr, látom. Jaj, dolgozunk hát. Régóta van itt doktor úr? Ebben a körzetben? Hát 91. 91 óta? Vállalkozóként csinálja, ugye? Igen. Jó Isten, még értesen, hogy tudjak dolgozni, tehát ez még, én csak ezért, hogy tudjak még dolgozni, hogy kicsit még gyűjtögessünk, hogy meg a nyugdíjas évekre is, mert na. Tudok még önnek segíteni valami? Nem, köszönjük szépen. Én köszönöm szépen, örülök, hogy találkoztunk. Köszönöm, de jó kívánok. Új színbe, új céggel, új rendszer, és akkor szállítja az áll, meg a zsókáik vannak, ugye? Igen. Gyors váltás volt. Mennyire konkurensek a másik oldal az újra megnyitott, vagy nem veszik ugye? Nem veszik. Más jár ide. Hát kisebb volt ő, ugye, nagyobbak, valamennyire jobban járnak, többen járnak ide hozzánk, ugye, az olyan kisebb. Mondjuk ez a legnagyobb volt. Zsolt már nem is dolgozik itt, ugye, egyáltalán. Sok erőjük van. Hát egyetlen. Hál' Isten, igyekszünk a vevőkört kiszolgálni, ugye, hogy minden meglegyen. Mennyien teszenek el, mennyi dolgozó? 11. És az ömébe helyiek, portiak? Helyiek vagyunk. Jó, jó. Igen. Bár történt itt most ezzel a új Coop áruházzal is bővült a munkahelyteremtés, meg a gáztelep is újraindult, ott az is 30 főnek ad munkát, de ez még mindig kevés. Úgyhogy ezt én nagyon is a szívemben viselem, mert elég szociális érzékenységű vagyok, és hát mindazoknak az embereknek, akik esetleg most a közhasznún dolgoznak, bár az is sokkal jobb, meg több, mint a majdani 27 ezer forint volt, azért nem mindegy. Velük beszélgetve is ők is szintén örülnek ennek a lehetőségnek, de olyan munkahely nagyon jó lenne, ami hosszú távon működés és reális keresetből tudjanak az emberek megélni. Erre jöttem, én felálltam ott a kocsit. Uh-huh. Ott tanulnak a régi cébi, a gunisból, az a jelzőrendszeres rendszer, ami annó a kis térségben működött. Azt ugyan nem jelzőrendszerként, mert ugye nincs finanszírozás, hanem ilyen nyomógombos riasztóként mi beszereltük, hogyha gondolod, akkor bekapcsolhatjuk Hortot ebbe a rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy megnyomja a gombot, és bent a félnek ugye egyedül álló nők, és bent a bent csörök, és akkor szólnak rendőrnek, hogy valamit, tehát megbeszéljük. Ez a karórás megoldás? Az a karórás, de van rajta sima a gomb is, tehát nem kell a karórát minden áron. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek önöknél, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket. Én azt hittem, majd én hozok önöknek tavaszt, de milyen szépen csinosan föltetszenek lenni öltözködve, inkább önök hoztak tavaszt ide ebbe a szép napba. Nagyon szépen. Sok fiatal vagyok. Vannak fiatalok, meg vannak régebb óta fiatalok. Szépkorúak vagyok. Így van. De a lényeg az ugyanaz. Hát, ha megengedik, akkor a hölgyeket hagy köszöntsem a mai napon. Mindannyian tudjuk, minden férfi tudja, hogy akkor van otthon rend, hogyha van mögötte egy olyan hölgy, aki rendet tart. A rendtartás az ugye képletes is, hiszen megcsinál otthon mindent, gondoskodik róla. És hát a másik oldalon pedig rendtartás az is, hogy ápol, vigyáz rá, figyel rá, hogy mint van. És az minden sikeres férfi mögött van egy olyan asszony, egy olyan nő, aki ezt megteszi. Ezért minden tisztelet az önöké. Itt ebben a csoportban nagyon jól együtt vannak. Együtt töltik az időt, ismerik egymást, jól ismerik egymást. És ez is egy fontos dolog, hogy amit önök tapasztaltak, életük során dolgoztak,
azt itt együtt meg tudják beszélni, és együtt tudnak emlékezni. Én azt kívánom önöknek, hogy adjon a Jóisten erőt, egészséget, hogy sokáig így együtt legyenek, és sokáig együtt tudjanak mosolyogni. És hát sok tavaszt tudjunk így még megélni együtt, amikor ilyen szép időben tudunk nőnap alkalmából találkozni. Tessenek választani! Nekem mindegy. Tessék választani! Olyan szépek, mint én vagyok. Így van pontosan. Így van. Mása nincs. Tessék választani! Igazad van. Ott is van egy, ott is van egy. Átadok tavaszi szín. Mindig van valami olyan program, ami minket érdekel. Vannak itt előadóink a községben, úgy hívjuk őket, hogy a klubunk barátai, orvosok, meg egyéb, tehát mindenki a maga területéről, és akkor ami minket érdekel, arról tartanak előadást, járunk kirándulni, nyársalni szoktunk, főzni szoktunk, közös névnapot tartunk, akkor közös születésnapot tartunk, úgyhogy nagyon jól érezzük. Hát most is lehet látni, hogy milyen szívesen jöttek el. Mindig az eredményeken múlik. Tehát, hogy melyik képviselő mit tesz a településért. És akkor nézzük meg az eredményt. Kihez mit lehet kötni? A képviselő úr tett olyan lépéseket, lobbizott a településért, aminek a településen élők a hasznát látják. 2014-től 20-ig az önkormányzatoknak szerintem most sokkal nagyobb lehetősége lesz, mint az elmúlt években. És nyilván mi is szeretnénk bizonyos pályátokat megszerezni magunknak, hogy a település fejlődjön. Ez a következő hónapok, évek feladata lesz, azt gondolom. Rendezett település, jól működik minden, stabil a költségvetése, és hát ne felejtsük el, hogy most létrejön egy új munkahely, ez több mint 70 embert fog felvenni, foglalkoztatni, és hát a zöme az Horthy lakos lesz, aki ezen az új munkahelyen fog dolgozni. Már márciustól megkezdődik az emberek felvétele. Munkalehetőség van, működik a település.